Jó estét kívánok mindenkinek! Pápics Péter vagyok, jelenleg 5. éves hallgató az ELTE-n, és hát a naprovatnak a vezetője is itt az MCH-ben. És a mögöttünk álló napfoltciklusról fogok beszélni, illetve hát a napfoltciklusokról még így összességében, valamint a következő napfoltciklusról, hogy mi várható. Először lesz egy ilyen rövid kis bevezetés, aztán beszélek magáról a mostan véget érő napfoltciklusról, utána lesz egy kis videós rész, akkor majd ámulunk és bámulunk, hogy miket lehet már ma űrszondákkal, meg földi távcsövekkel is látni a napon, annak a légkörében, meg a felszínén, és a végén lesz egy ilyen kitekintés arra, hogy mi várható a következő évtizedben. Hát eredetleg ugye kérdőjel nélkül volt meghirdetve az előadás, véget ért a napfoltciklus kijelentő módban, de hát ezt még egyelőre nem tudjuk, hogy tényleg már véget érte, ezért tettem oda ezt a kérdőjelet, hogy meg fogjuk látni, hogy miért. Hát pár alapvető dolgot meg kell ismernünk, inkább bekapcsolom. Pár alapvető dolog van, amit ha megismerünk, akkor könnyű megérteni a napfoltciklusoknak, legalábbis ilyen szinten a lezajlását. Hát ugye az első, az, hogy Galileo Galilei volt az, aki először dokumentáltan megfigyelte a napfoltokat. Már jóval előtte is voltak szórvány észlelések, ugye már Koreából, Kínából vannak olyan említések, amelyeket úgy tudunk beazonosítani, mint napfoltoknak a megfigyelései, ezek általában valamilyen kristály, vagy vékony kristálylemezen, vagy ködön keresztül történhettek. De hát Galileo volt az első, aki tényleg tudományosan leírta, hogy foltokat figyelt meg a napon, melyek ráadásul változtatták a helyüket is a korongon. Aztán később Schwabe volt az, aki rájött arra, hogy ezek a napfoltoknak a gyakorisága ez egy időben változó, és ez egy körülbelül 11 éves periódussal, tehát körülbelül 11 éves periodicitást mutat. Majd Wolf volt a következő jelentős személyiség ebben a történetben. Ő a feljegyzésekből megkonstruálta visszamenőleg az általa definiált átlagos napfoltszámot, amit úgy definiálunk, meg ma is már még úgy használjuk, hogy ez a napfoltszám, ez az R, ez ugye napi definíció, aztán majd havi átlagokat képeznek belőle, stb. Tehát a definíció az úgy néz ki, hogy 10-szer veszük a csoportok számát, ezek a napfelszínen az összetartozó foltok, és még hozzáadjuk a foltok számát. Ehhez jön még egy K-korrekciós tényező, amit úgy kell meghatározni, hogy tehát különböző műszerekhez különböző korrekciós tényező járul. Ezt most ma úgy határozzuk meg ezeket a korrekciós tényezőket, hogy a Wolfnak az eredeti távcsövéhez korrigáljuk a megfigyeléseket, hogy egy homogén adatsort kapjunk. Aztán van két fő szabály, ami leírja a napfoltciklusnak a lezajlását. Az egyik az a Hale szabály. Itt ugye az a lényeg, hogy a foltcsoportok vezető és követő része ellentétes polaritású foltokat tartalmaz. Ugye ez a követő és a vezető rész az azt jelenti, hogy majd látunk napfoltokat lesz később kép, hogy amik a forgás irányba előrébb vannak, azok a vezető foltok, amik azok mögött azok a követők. És általában ezt a két komponást egy kelet-nyugat irányú. Tehát, hogyha összekötjük a két komponást, az kelet-nyugat irány lesz. A másik szabály ezen a Hill szabály 3-ason belül az, hogy egy adott ciklusban az egyik félgömbön mindig egy adott polaritású a vezető, illetve a másik félgömbön ezzel párhuzamosan a másik. Tehát, hogyha az északi félgömbön az északi a vezető polaritás, akkor a délin a déli. És a egyik leglényegesebb ebben a szabály 3-ason, hogy ez a polaritás eloszlás, ez 11 évenként megfordul. És így, tehát hogyha a mágnesességet is figyelembe veszük, akkor nem 11 év, hanem 22 év körül a napfoltciklus. A másik fontos ilyen szabály, az a Spürer szabály. Ez szól arról, hogy hol helyezkednek el a napfoltok a ciklus során. Tehát, ahogy elkezdődik egy ciklus, először magas naprajzi szélességgel jelennek meg a foltok, úgy általában plusz, illetve mínusz 35 fok körül. Ahogy belemegyünk, ahogy tartunk maximum felé, egyre lejjebb vonulnak a napfoltok, maximum tájéken lényegében 5 és 35 fok között bárhol megfigyelhetők, és akkor ahogy tovább haladunk, minimum felé egyre az egyenlítő közelébe érnek maguk a foltok. És akkor még pár ilyen alapvető megjegyzés a ciklusokkal kapcsolatban, majd látni fogjuk a következőkben grafikonokon, hogy a felszálló ág az mindig gyorsabb, de a 23-as ciklusnál ez nagyjából 4 év volt a felszálló ág, és hát most már több mint 6 év eltelt a leszálló ágban, és még ugye mindig nem tudjuk, hogy már vége van-e. És az utóbbi időben elég gyakori volt a kettős maximum, ez is majd látszani fog a grafikonokon.
és majd azt is látni fogjuk, hogy a ciklusok amplitúdójában is jelentős változás van. Ugye az a 11 év, ez nem szigorúan 11 év, hanem voltak nagyjából 9,5 vagy 9 év hosszú ciklusok is, de a leghosszabb ciklus, amit eddig fejlesztek, az 14 év hosszú volt. És érdekes lesz, majd később erről fogunk beszélni, hogy van egy bizonyos kapcsolat itt a ciklus hosszak és a következő ciklusoknak a várható viselkedése között. És akkor persze voltak olyan időtartamok is, már a feljegyzés, már a feljegyzések elkezdése után is volt olyan időtartam, amikor több évtizedig egyáltalán nem lehetett foltot megfigyelni, ezt a legutolsó hosszú ilyen minimumot hívjuk Maunder minimumnak, ez is majd látszani fog az ábrákon. Ja, azt szerettem volna mondani, hogy ha közben bárkinek van kérdése, akkor nyugodtan azonnal tegye fel. Hát különböző eszközökkel lehet következtetni elég hosszú időtávra visszamenőleg, hogy milyen volt a napnak az aktivitása. Itt egy, a Nature-nek egy 2004-es számában megjelent cikkből vettem ezt az ábrát. Itt a sarkvidékeken a jégbe fagyott mintákból állapították meg visszamenőleg körülbelül több mint 10,000 évre, hogy hogyan változott a napnak az aktivitása. Hát itt itt maguk a ciklusok nem kivehetők, hanem egy átlagos változás látszik. És hát itt látszik például egy rész kinagyítva 6600 és 7300 évvel a mostani időpontunk előtt, hogy nagyjából azért ebben jelentős változások vannak, és a végén a grafikonnak föl az a piros rész jelzi azt, amit már dokumentáltak modern korban. Tehát jól látszik, hogy azért itt nagy változások vannak, és itt a hibák azok ilyen 10-20 körüliek napfoltszámban, tehát maga az, hogy hogyan megy az egész, az elég jól visszaadható. És nagyon fontos, hogy a legfelső panelt kell nézni, nagyon fontos, hogy utoljára olyan magas aktivitás, mint most, az nagyjából 9000 évvel ezelőtt volt. Tehát ez nem tekinthető egy átlagos dolognak, hogy most ilyen a napnak a tevékenysége, amilyen. Persze azért nem is rendkívüli, tehát most ne higgyük azt, hogy itt valami nagyon nagy dolog történik, de azért nem. Tehát a múlt tükrében ez egy elég magas aktivitásnak mondható. Itt látható már egy kicsit kisebb időszakra visszamenőleg ez, amiről beszéltem. Ugye az 1750-es évek előtt csak szórványészlelések voltak, akkor kezdte el Wolf és munkatársai a rendszeres napi megfigyeléseket, és hát ezek a szórványészlelések jól mutatják, hogy ott 1650 és 1700 között szinte egyáltalán nem lehetett napfoltot megfigyelni, ez volt a Maunder minimum, és az is látszik, hogy amikor Galilei az 1610-es években a távcsőjét a nap felé fordult, akkor szerencsé érdekes belegondolni, hogy mi van, hogyha Galilei egy emberöltővel később próbálkozik ezzel a felfedezéssel. Hát semmit nem látott volna, úgyhogy valószínűleg. És ugye ezeket a ciklusokat számozzuk, a mostani ciklus, ami véget érőt a 23. És miután volt elkezdte vizsgálni, az első teljes ciklus, amit megfigyeltek, hát ez az első. Ami látszik, hogy itt a maximum kezdte el figyelni, utána következett az első ciklus. A negyedik ciklus volt az eddig leghosszabb, itt látszik 14 éves, és nagyon érdekes, hogy ezután a leghosszabb ciklus után következett két nagyon rövid, mármint két nagyon kis amplitúdója, amikor elég alacsony volt az aktivitás. Még itt ez a fekete görbe, ez érdekes, nagyjából ilyen felmondásban tudjuk visszakövetkeztetni a végigutásból az aktivitás. Tehát amit korábban látunk, az nagyjából ilyen felmondást jelentett, persze sokkal jobban összefogom. Itt még inkább közeledve a jelenkor felé. Hát a jobb oldali nagyobb szelvényen látjuk majdnem ugyanazt az ábrát, mint az előző, csak itt már egy kicsit jobban széthúzva. A feketével jelöltek, azokat nem Wolf számította ki, hanem azok később lettek visszaszámolva, de azok csak éves felbontásúak, míg a pirosak azok már havi átlagos napfoltszámok. Akkor a bal felső ábrán ott ilyen türkis színnel nagyjából látszik a havi napfoltszám, tehát látszik, hogy azért ebben egy jó kis fluktuáció van, még magát a görbén felül, és a pirossal pedig ennek egy simított verziója látszik. Ez az, amit a ciklusnak a görbéjének szoktunk nevezni, ez a simított görbe. Ez úgy áll elő, hogy a havi átlagokat még egy plusz-minusz 6 hónappal
kiegészítve átlagolják, tehát 13 havi átlagok. És így ennek ez szerint a definíció, tehát ezzel a görbével, tehát ennek a görbének megfelelően állapítják meg a minimumokat és a maximumokat is. Tehát amikor ahol ez a görbe a legkisebb, ott van a minimum, és ahol a legnagyobb, ott van a maximum. És itt van, ezen, jól látszik már ezen az ábrán is, a bal szélsőről van szó továbbra is, hogy kettős maximumok voltak elég sokszor. Például ez a mostani 23-as ciklus, volt itt egy maximum, aztán egy kicsit csökkent az aktivitás, és megint volt egy, hát egy mellék maximum. Még a másik, ami érdekes itt az alsó ábrán, hogy tehát nem egyenlős a foltoknak az eloszlása az északi és a déli félgömbön. Most az látszik, hogy ahol kék van a görbe fölött vagy alatt, ott volt több folt az északi félgömbön, ahol pedig pirosok meg a délin. Én 2004-ben vettem át a rovatot is, Humi Józseftől, és még mielőtt ezt az ábrát láttam volna, már időközben feltűnt, hogy csak negatív, tehát mindig a déli félgömbön vannak a foltok. Hát persze nem mindig, de hogy sokkal több van, és hát ez az ábra ez elég jól mutatja is, hogy tényleg így volt, és nem csak érzésre történt. De hogy mi az oka ennek a szimmetriának, ezt nem igazán tudjuk. Na, még itt van a felső, hát jó hosszú ábrán, látszik az előző ciklusoknak a pillangó diagramja. Ugye hát azért pillangó, mert ilyen szép pillangó alakokat látunk. Ezt úgy kell értelmezni, nézzük most a legutolsó ciklust, ugye így telik az idő az X-tengelyen, az Y-tengelyen pedig azt látjuk, hogy milyen naprajzi szélességeken helyezkednek el a foltok. És akkor itt nagyon jó nyomon követhető a Spürer szabály, hogy először, ugye itt kezdődik a ciklus, először olyan 30 fok körül jelennek meg a foltok, ugye az északi és a déli félgömbben is, majd a maximum környéken, ami itt volt, szinte mindenhol találhatóak foltok, és hogy közeledünk a minimum felé, ugye egyre jobban az egyenlítő felé tudódnak el. És még itt azt érdemes megjegyezni, majd a végén fogok beszélni arról, hogy már megjelent a 24. ciklus első foltja, de hogy ez azért nem jelenti azt, hogy már véget ért volna a 23-as. Ez onnan látszik például, ennél a ciklusnál nagyon jó a szembeötlő, hogy itt, amikor már még az utolsó foltjai lemennek ennek a ciklusnak, az már jóval azután van, hogy megjelentek a következő ciklusnak az első foltjai. Tehát amíg nem telik el annyi idő, hogy ezeket a 13 havi átlagokat megkreáljuk, úgyhogy már biztosan látszik, hogy ott egy minimum volt a görbének, addig nem lehet kijelenteni, hogy véget ért egy ciklus. Hát alul pedig egy olyan görbét látunk, ami most nem a relatív számot, hanem a foltcsoportoknak a teljes területét mutatja. Majd lesz egy összehasonlítás erre a ciklusra, elég jól látszik, hogy ezek nagyjából hasonló görbék. Hát itt is jól látszik ez a kettős maximum, kicsit talán más a lefutása, de nagyjából ugyanaz. Na és akkor térjünk rá a jelenleg hát éppen befejeződő ciklusra, és akkor még itt van egy pár dolog, amit tisztázni kell. Általában én a rovatban az amerikaiaknak, a Space Weather Prediction Centernek, ami a NOAA-nak egy tagozata, az adatait használom. Ez abban tér el a nemzetközi napfoltszámtól, hogy nincs, hát legalábbis legjobb tudásom szerint egyáltalán nincs korrigálva. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a K-faktor az ott 1. Ez jóval, ezért magasabb, hát nem jóval, de magasabb ez a napfoltszám, mint amit a belga királyi csillagvizsgáló, és azon belül ez a SIC központ állapít meg, ők kezelik a nemzetközi napfoltszámot, ők azok, akik a Földnek, tehát végül is majdnem a teljes területéről több, nagyon sok központból szereznek adatokat, ezek mind professzionális csillagászok, mind amatőr csillagászok, és akkor ezekből állapítják meg minden napra a napfoltszámot. És egy olyan megfelelő K-faktort használnak, ami a Wolf-féle távcsőhöz homogenizálja az adatsort. Ugye ez, erre azért van végül is szükség, mert ahogy haladunk az idővel, egyre jobb távcsőek lesznek elérhetők, ugye most már űrtávcsőek is elérhetők, és egyre több foltot tudunk végül is egy ugyanolyan napon megfigyelni, mert egy kisebb távcsővel ugye kevesebb foltot vehetünk észre. És ennek az lenne az eredménye, hogyha nem homogenizálnánk az adatsort, hogy egyre nagyobb és nagyobb napfoltszámú ciklusokat figyelnénk meg, ami persze nem igaz. Legalábbis emiatt ne legyen igaz. Most ugye a mostani ciklus az 96 májusában kezdődött, és ugye a végét még nem tudjuk, hogy bekövetkezette, de azt egyelőre meg tudjuk állapítani, hogy egy közepesen erős ciklus volt, illetve hogy az átlagosnál már mindenképpen hosszabb lesz, mert ugye 96 májusa óta már
hát eltelt 11 év, de nagyjából valamikor most lesz vége. Tehát azt tudjuk, hogy nem volt már vége akkor, hogy a 11 évnél rövidebb lett volna a ciklus. És a maximum is már bekövetkezett, azt már meg tudjuk határozni. Az 2000 április júniusában volt, és 120-as értéknél. Most az az érdekes, majd az érdekes, hogy ez a maximum, ez a 2000 április június, ez a belga, tehát ez a nemzetközi napfoltszám szerint következett be akkor, viszont a másik napfoltszám szerint viszont a másik csúcs lesz. Tehát a kettős csúcsnál itt a korábbi az, ami kijön magasabbnak a belga adatok, a királyi csillagvizsgáló adatok szerint, míg az amerikai adatok szerint pedig a második jön ki magasabbnak. Tehát ez különböző észlelési módszerek miatt van. De a hivatalos az mindig a nemzetközi napfoltszám. Na, itt látszik a jelenlegi napfoltciklusnak hát az ábrája. Ez most itt a relatív szám és az amerikai. Most az amerikai adatokat fogom mutatni, mert a rovatban is mindig arról beszélek. Ugye 2008. januárjáig ábrázoltam az adatokat. A piros görbe, a kék görbe az a napi, tehát ott semmi átlagolás nincs, azok a napi napfoltszámok. Látszik, hogy ezért jó nagy fluktuáció van benne, mert például itt van egy 400 fölött, tehát picivel 400 fölötti csúcs, itt pedig lent nagyon közel van egy olyan érték, amikor olyan 30 körül volt. De hát az látszik, hogy amikor leátlagoljuk ezt az egészet, és kihozzuk ezt a 16 hónapos görbét, akkor ez szépen kirajzolódik. És itt van az, amiről beszéltem, hogy ez szerint ez a csúcs magasabban volt. Akkor itt vannak a legaktívabb napok. Ez csak egy ilyen összehasonlítás, hogy mik voltak a csúcsok, egy ilyen dobogó mégis. Majd lesz olyan videó, amin megnézzük a különböző éveknek, hogy milyen foltok voltak. Érdemes megjegyezni nagyjából ezeket a dátumokat, és megnézni, hogy akkor milyen volt a napképe. Még egy másik érdekesség, hogy általában még itt az első csúcsnál, tehát ez a kettős csúcs, ez valahogy úgy áll össze, hogy az első csúcsnál ott több a csoport, meg több a folt. Tehát akkor több csoport, de több kisebb csoport van. És ezek még inkább szabályosak. Viszont a másodiknál, meg a leszálló ágban, ott általában kevesebb csoport van, viszont ezek nagyobb kiterjedésű csoportok, és bonyolultabb szerkezetűek. Na akkor a következő grafikon, az a csoportok területét mutatja, itt is megvan a kettős csúcs. Itt jóval nagyobb a fluktuáció, és látszik, hogy 2003-ban volt egy hatalmas csoport. Ja, igen, hát milyen egységekben van ez az ábra. Itt a 6000, ez azt jelenti, hogy az MH egységekben van, ez a nap felénünk, tehát tőlünk látható félgömbjének a milliomod része. Tehát ahol 6000, az 6000 milliomod területét borítja a napnak. Szerintem ezt a napot meg is mutatom majd még a videó előtt, mert nagyon érdekes, hogy hogy néz ki. Hát jól látszik, hogy itt a toplistát az így az október 25-től november 2-ig tartó rész az így be is tölti, és akkor bejön még egy 2001-es, egy 2000-es, tehát ezek ahol a relatív szám csúcsai voltak, azok itt lényegében már alulra szorultak. Ez mutatja, hogy azért itt a maximumok nem ugyanott vannak. A maga a simított görbének a maximum az nagyjából ugyanott van, de az egyéni csúcsok azok eltérnek. És akkor gyorsan megmutatom itt 2003. október 30-a környékét. Megkérdezni kell ezt bűnöm. És majd erről az időszakról lesz több videó is, mert ezek a csoportok elég jelentős flare tevékenységet is produkáltak, tehát több napkitörés is volt ebben az időszakban. Erről sok videó lesz majd a videós blogban, ezt érdemes megjegyezni, ezt a dátumot. Egyébként milyen anyagokat vizsgáltak ugyan a foltokkal, hogy a következtek, ugye? Mármint? Mondtak, hogy a jégből következtetek a napfoltok számára. Tehát valamilyen beágyazott dolgokról van szó, de magát én nem olvastam végig a cikket, szóval csak szerettem volna megmutatni ezt a görbét, hogy vannak módszerek, amikkel vissza lehet következtetni, de nem vagyok ebben teljesen otthon. Nem, ennyire mélyen nem néztem meg. De hát ugye ez valami hasonló dolog lehet, mint
hogy a légkörnek a széndioxid tartalmára is lehet ilyen beágyazott dolgokra következtetni, meg beágyazott pollenekből például arra, hogy milyen volt a flóra abban az időben, hogy ezek a jeges dolgok elég hasznosak így sok szempontból a tudománynak. És akkor ugye 2003. október volt, hát így nézett ki a nap. Látszik, hogy azért ez nem olyan sok csoport, mert azért előfordul, hogy egy olyan 11 csoport is, úgy maximum tájékán, vagy több is. Ez itt 5 csoport, de hát azért látszik, hogy jelentős felületét foglalják el a napnak. Na, menjünk tovább, aztán majd a videóban még nézzük ezt a napot. Ez mekkora távcsővel készült? Ez a szobóval készült. Igen, ez nem egy olyan nagy műszer, ugye az az előnye, hogy az űrben van, tehát bármikor tudunk vele észlelni. Légkörös ez a valja. Igen, légkörös ez a valja. Ezen egy 1024x1024 pixeles CCD van, tehát kisebb, mint ami a kis zseb gépeinkben van, de hát itt nem is ez a lényeg. A felbontása is kisebb annál, mint amit földről üzemeltető műszerekkel el lehet érni. De hát ugye itt az a nagy előny, hogy folyamatos nappal éjszaka nem zavar, és hát más műszerek is vannak még hasonló felbontással a szobón. És egy nagyon folyamatos adatsor produkál, tehát 96 óta működik, és még mindig működik. Menjünk tovább. Jó, ops, bocsánat. Igen, ez volt a terület. És akkor nézzük a flareket. Ezt a görbét úgy készítettem, hogy először is az a piros görbe, az ugyanaz a piros görbe, amit a relatív számnál látunk, tehát az a 13 havi simított görbe. A kék görbe az pedig egy olyan havi átlagos száma a flareknek, tehát a C, az M és az X erősségű flareket együtt vizsgáljuk. Tehát az az összes flare, nagyjából az összes, a nagyon kis energiájuk nincsenek benne, de nagyjából az összes flare jelenség, ami lezajlott bizonyos időszakban. Tehát itt nem, és ez napi átlagos. Tehát itt a csúcs az 8 körül van, ez azt jelenti, hogy ott átlagosan abban a hónapban egy nap 8 flare esemény történt. Jól látszik, hogy ez a két görbe elég szépen fedi egymást. Tehát azok a flare jelenségek, amik nagy kapcsolatban vannak az űridőjárásnak a változásával és kihatással az a földi életre, illetve hát más gazdaságilag fontos tényezővel bíró dolgokra, azok nagyon szoros összefüggésben vannak a napciklusnak a lefutásával. A következő ábra, az egy kicsit összetett, talán túlságosan is. Hát a piros görbe az marad a piros görbe, az ugyanúgy a nap relatív számnak a változása. És akkor itt már külön tüntettem fel flareket, és itt a skála is, hát a flarek szempontjából logaritmikusan a napfoltoknak a skáláját azt hagytam lineárisan. Ez azért lett logaritmikus, mert ugye nagyon nagy energiájú flarekben nagyon kevés van, és nem látszott volna semmi az alsó régióban. Hát az alacsonyabb energiájú flarek, ezek a C flarek, ugye ezek a leggyakoribbak, ezekből mondjuk napi átlag, ja, ezek nem átlagolt értékek már, hanem ezek napi értékek. Itt. Tehát itt mondjuk az ilyen, azt hiszem a legnagyobb az itt valami 40 volt, most az itt a logaritmikus skála miatt pontosan nem tudom megmondani, de olyan 40 körül volt a legtöbb. Aztán látjuk, hogy a pirosak azok a kicsit alacsonyabb energiájú flarek, azok már azok elég jól, ugye ugyanabban. Végül is az összegük az jól lefedi a napforciklust. És a lényeg az, hogy itt vannak a nagyon nagy energiájú flarek, ebből a maximum az 2 egy nap alatt. És majd ilyenekről is fogok videót mutatni. És ezekből is a legnagyobb. Itt vannak a ezek nem csak ebben a ciklusban, hanem 1976 óta rögzített legnagyobb flare események, és amik ilyen kékes színnel ki vannak emelve, azok történnek ebben a ciklusban. Hát látszik, hogy a legnagyobb is, amit fejlesztek ebben a ciklusban történt. Ugye itt van megint ez a 2003. november elejé időpont, amiről előbb is láttunk egy képet, hogy hogyan nézett ki akkor maga a fotoszféra. Akkor az egyik éppen leforduló csoport az produkált egy hatalmas napkitörést, de nem árt, hogyha megnézzük, hogy itt van ugyanúgy október 29-én egy másik, ami ugyancsak befért a top. Hát 15, ez nagyjából valójában több mint 15, de ugye vannak ugyanolyanok, tehát mondjuk a top 15-be.
úgyhogy az az időszak nagyon aktív volt feltevékenység szempontjából. Ja, és itt van még egy 10. 28-a is a változatosság kedvéért ugyanakból az időszakból. És magának itt látjuk, tehát a legnagyobb flare-nek itt látjuk a lefutását, ezt a Geosz műhold mérte a Föld körül. Itt el tudom magyarázni is, hogy mik ezek az erősségek, amikről eddig beszéltem. Ugye ez a Geosz műhold, ez egy fluxust mér, ilyen 5 perces átlagot, és ez watt per négyzetméterben van megadva. Ami eléri a 10-6 szintet, az a C-flare, aztán ami 10-szer erősebb, az lesz az M-flare, ami még 10-szer erősebb, az az X-flare, és hát fölötte már nincs elnevezés, de vannak, amik nagyobbak. Ugye mindegyik be van osztva 10 egységre, az már lineáris beosztás, úgyhogy ez itt alapvetően M9-ig megy, az M10 az az X0 vagy 1, ez most jó kérdés. És hát amik e fölött, a vonal fölött vannak, azok az X10 és fölötte. És ugye ez az X28 plusz, ez azt jelenti, hogy nem is tudták a Geosz műhold alapján megállapítani, hogy mekkora volt a flare, mert olyan erős volt a csúcsban az intenzitás, hogy egyszerűen szaturálta a detektorokat, tehát beégtek. Ezt úgy mondanánk egy CT-ben, hogy beégtek a detektorok. Végül is, amit megállapítottak, az a Föld magnetoszférájára gyakorolt hatásból volt az, hogy ilyen X40 és 45 közötti volt az erősség. Nagyjából a Földnek, mármint egy ilyen távközési műholdaknak, GPS rendszernek, stb. A szerencséje az az volt, hogy ugye ez a peremen történt, ez a flare, így nem a Föld irányába történt a nagy energiai részecske, sugárzás, meg az anyagkidobódás sem. Mert hogy ez az előtte lévő, ez a 10-28-ai, majd látni fogjuk a videón, hogy ez szinte pontosan a Föld felé történt, ezután hatalmas sarki fényjelenségeket figyeltek meg az egész Föld mentén. De hát persze bizonyos megfelelő szélességeken. Ezeket azokat mióta ismerik? Mióta vannak flare érzelések? Pontosan meg tudom mondani. Carrington volt az első, aki 1859-ben lejegyezte az első flare megfigyelést. Hát ugye akkor még csak vizuálisan, hát nem tudom, hogy akkor volt-e már valamilyen magnetométer, de az a lényeg, hogy olyan eszközzel, ami képet is alkot, csak vizuálisan figyelték meg a napot, és ő napfoltokat rajzolt. Ugye Carrington volt az, aki felfedezte a differenciális rotációját is a napnak. Napfoltokat rajzolt, és azt vette észre, hogy az egyik folt fölött rövid idő alatt egy kifényesedés történt, ami aztán el is halványult. És hát ő még akkor nem tudta, hogy ez flare, de később, amikor megfigyelték ezeket a flare-eket más műszerekkel is, akkor beazonosították, hogy Carrington egy flare-t észlelt. Ez egy olyan erős flare volt, ami vizuális tartományban is látszott. Tehát ugye ez az 1800-as évek közepén, amikor az első ilyen flare megfigyelés. Ezek a fehér flare-ek, ezek, amik... Igen, ezek a fehér flare-ek, amik vizuálisan is észlelhetőek. Tehát ezekből nagyon kevés van, ilyen évi 1-2. Na, és akkor itt válogatásként, hogyha már ugye a Polaris csillagvizsgáló meg MC, akkor betettem pár magyar amatőrnek a megfigyelését is, hogy mi az, amit mi tudunk észlelni, és mi az, amit mi észleltünk ebből a ciklusból. Hát itt az a hiba, hogy nem fedem le az egész ciklus, csak azt a részt, amit már én, mint rovatvezető kezeltem. Itt az első képen Ladányi Tamásnak több módszerrel készült felvételét látjuk. Az első az egy Canon digitális fényképezőgéppel a teljes napot ábrázoló felvétel, aztán itt kinagyítva ezt a részt egy webkamerás felvétel, bizonyos fókusznyújtással, utána pedig egy olyan webkamerás felvétel, ami még egy nagyobb fókusznyújtással lett rögzítve. Hát ezeknek, például ennek a felbontása, mondjuk a térbeli felbontása, az nagyjából így a Sohohoz hasonló. Csak hát ugye mi nem tudunk olyan időközönként észlelni. Mert hát ugye, jó más. Következő kép, hát a felső az egy kicsit fényes a projektor, úgyhogy nem látszik nagyon jól. Nem tudom, ezen lehetne esetleg... Kapcsol le nyugodtan a másik villanyt is. A túl erősen viszi ki a képet, nem az a... Tehát nem amiket nem. Hát el tudom mondani, hogy mit kéne látni. Itt, ahol nem sok minden látszik, itt van enyhébb színezéssel a penumbra megjelenítve, és itt pedig az umbra. Ez Kis Péternek Ágasváron készült rajza, július 19-én. Ezt a foltot örökíti meg egy nappal korábban.
nagyon szépen látszik, hogy a vizuális rajzon gyönyörűen szépen a szerkezeti elemek megjelennek. Ugye persze nem teljesen ugyanaz, mert azért egy nap alatt nagyon sok változás lezajlik egy napfoltban, de gyönyörű szépen beazonosíthatóak ugyanazok a dolgok. Tehát vizuálisan is még nagyon értékes megfigyeléseket lehet tenni, viszont azt tudni kell, hogy ez a rajz másfél óráig készül. Szóval ez pedig Éder Ivánnak a képe egy nappal később, hát jelentősen jobb felbontással, mint amit a Soho ad. Hát ugye tisztázzuk, hogy nem ugyanaz a két műszernek a célja. Itt is gyönyörű szépen megfigyelhető a penumbrának a szálszerkezete, a granuláció, ahol éppen befagyott, ott annak is egy kis cellás szerkezete, penumbra hidak az umbrán belül. Nagyon, nagyon szép megfigyelések vannak. Tulajdonképpen milyen anyagok alkotják ezeket a napfoltokat, és miért jelennek meg a naptárszínén? Ez egy nagyon jó kérdés. Hát az egész napot ugye plazma alkotja, forró, hát nagyon forró gáz, attól függően ionizált, nem ionizált, hogy milyen rétegekben vagyunk, légkörben vagy belsejében, és különböző állapotokban is van. Tehát amit itt látunk, az forró gáz. Azért látjuk a nap felszínét, ami ugye nincsen neki, de azt mondjuk, hogy a fotoszféra a nap felszíne, az az utolsó réteg, ami még a nap légkör alatt van, mert itt a sűrűségben egy olyan hirtelen és nagy változás történik, ami miatt itt az átlátszóság úgy lecsökken, hogy ezen a rétegen belülre már vizuális tartományban nem látunk, viszont a fölötte lévő rétegeken, ami a nap légkörének nevezik, azon meg átlátunk. Tehát ezért van az, hogy felszínét látjuk a napnak. És milyen ezek ezek? Hidrogén-hélium. Főleg hidrogén, amit itt kín látunk. Hát igen, főleg, hát nagy részben hidrogénből áll, mert a hidrogén ugye az alakul át héliummal a nap belsejében. De még több. Tehát a hidrogén meg a hélium az így együtt olyan 98-99%-át alkotja a napnak, és akkor a többi az 1%. Ezek szerint semmi extra volt, hát nem ilyen szempontból. És az, hogy miért látjuk végül is a napfoltokat, ugye az, hogy mi vizuálisan miért látjuk, az azért van, mert ezek a részek jóval hidegebbek. Tehát az umbra az nagyjából 1000 fokkal hidegebb, mint a nap felszíne, amit látunk, mert a fotoszféra. Tehát ez olyan majdnem 6000 Kelvin, meg akár 4500-5000 Kelvin is lehet. Egy jóval hűvösebb. A penumbra az a kettő közötti átmenet, és a szállás szerkezetben, ami valójában a rajzon is nagyon szépen látszódna, hogyha látszódna, az rajzolódik ki, majd lesz egy nagyobb felmondású felvétel, amit egy naptárcsővel készítettek, ott pedig az rajzolódik, hogy milyen erővonalak vannak. Mert ugye a napfoltok amiatt jelennek meg, hogy a nap felszíne alól erővonalak kötegek, tehát ilyen hurkok felemelkednek. És a hurkok mentén, ugye az erővonalak mentén befagy a plazma, nem tud elmozdulni, tehát csak az erővonalak mentén tud mozogni a plazma, azt keresztezni nem tudja, és ezért ott megáll a mozgás valamilyen szinten, és lehűl. És emiatt, tehát ugye amiatt látjuk, hogy hűvösebb, és emiatt van az, hogy lehűl, mert a befagyás miatt. Na, a következő képeken, az egyik box, az egy hidrogén alfa, tehát nem egy nagyon keskeny sávban végzett felvétel sorozat. Itt lényegében protuberanciát, tehát egy flare fölötti anyag kidobódást látunk, az Ádon Gábornak a munkája. Azt hiszem, hogy ez nagyjából egy 1 órás animáció, de hát nagyságrendben annyi, de most pontosan nem tudom. De jól látszik, hogy már hidrogén alfában is tudunk amatőr műszerekkel megfigyelni. És akkor ahol kivilágosodik, az a flare is fölötte, meg a igen, kidobódó protuberancia. Igen, pontosan. A másik felvétel az Ladányi Tamásé. Itt is nagyon szépen látszik a granuláció, az umbra, a penumbra. Ez is egy már eléggé a leszálló ágban, de még egy szép, bonyolult csoport. Ez is termetes flareket produkált. Ugye az, hogy mennyire bonyolult egy csoport, és hogy mennyit lehet produkálni, az azért van kapcsolatban egymással, mert ugye a csoportok azok a mágneses térrel vannak kapcsolatban. És hogyha egy csoporton belül a mágneses tér bonyolult, tehát a mágneses erővonalak huszák, össze-vissza mennek, akkor, mert ugye itt ezeknek az erővonal kötegeknek látjuk a talpontját lényegében. És minél kuszább egy ilyen erővonal a köteg, annál össze-vissza helyezkednek el a foltok. És egy flare lényegében azért jön létre, mert bizonyos erővonal a kötegek már nagyon egymáshoz nyomódnak, és egy alacsonyabb energiai konfigurációba tudnak egy átkötődésre, átcsatolódással átmenni,
és a felszabaduló energia az két irányba sugárzik ki. Az egyik az a felszín irányában, ez fűti fel a fotoszférát, emiatt lehet látható flare. A másik pedig fölfele, ami pedig ugye egy energia, illetve részecske, hát lökés hullám, ez indíthatja el az anyagot fölfelé. Tehát ennek lehet szerepe a protuberanciák kialakulásában. Ez az aktív protuberanciák kialakulásában. Itt megint még két hidrogén alfaszelvétel áldott Gábortól, egy teljes korongos, szép, ez egy nyugodt protuberancia, ez több napig nem változott. És egy nagyon hasonló, de egy hónappal későbbi, mármint egy kettő, három hónappal későbbi. Nagyon hasonló, ugyancsak nyugodt protuberancia. Nyugodt protuberanciát azt úgy kell érteni, egy hónapon keresztül folyamatosan áramlik a burokba két vége között azonnal? Nem is feltétlenül áramlik, ezt most úgy írják le, különböző módok vannak a protuberanciára, ez még mindig nem egy lezárt dolog, hogy hát az egyik szerintem járható modell az az, hogy itt az erővonalakban egy bizonyos csavarás miatt kialakul egy ilyen tehát homorú rész, és a homorú részben áll meg az anyag. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy csak egy erővonal köteg van és egy homorú rész, mert abban akkor megállna egy ilyen kis smoking, egy pont, hanem sok ilyen erővonal van, sok ilyen csavarás miatt több helyen is meg tud állni benne az anyag, és egy ilyen feszültség tartja meg az anyagot. És hogyha ez a csavarás ez túl fett, tehát hogyha túlságosan megcsavarjuk az erővonalakat, akkor ez átmehet valami más konfigurációba, és így kidobódhat az anyag. És általában ez a túlságosan megcsavarás, ez van egy más, mondjuk a protuberancia környezetében lejátszódó flare-rel kapcsolatban, tehát mindig valamilyen instabilitás az, ami elindít egy flare-t, ami elindíthat egy protuberanciát, tehát ezek a jelenségek mind-mind kapcsolatban vannak egymással. És valamilyen mágneses instabilitás az alapja az egésznek. Na, itt van Balogh Klárától, Szlovákiából egy felvétel sorozat. Ő ugyancsak hidrogén alfában sikeresen megörökített egy flare-t. Itt kezdődik, és akkor látjuk, hogy ez mennyi, ez 5 óra időtartam, és itt van a maximum a flare-nek. Utána nincs felvétel, valószínűleg befelelősünk. Itt megint egy kis Péter rajz lenne, ez már egy kicsit jobban látszik, hogy a penumbrán a szárszerkezete sugárirányban megy kifelé, és az umbrában is szép beharapódások, szállat látszanak. Megint egy majdnem egy órán keresztül készült rajz. Na, nem sokára következnek most már a mozik, tényleg. Még előtte két eredmény a ciklus alatt, amit a ciklus alatt sikerült rögzíteni. Az első az a Ulysses szondának, hát az első nap körüli, vagy ez egy olyan pályán van, ami nem az ekliptikában, hanem arra merőlegesen kering ez az űrszonda, egy elég elnyúlt pályán. Úgyhogy a nap közel, abban a ponton, ahol a nap közelében megy el, ott elég gyorsan átlent, de olyan egy év alatt. És itt azt látjuk, hogy két különböző keringés, az egyik már ebben a ciklusban volt, azért tettem be ezt az ábrát. Ráadásul az első keringés az minimum közelében, a második az maximum közelében. És itt ez a szonda azt mérte meg, hogy egy, milyen polaritású a mágneses tér, kettő, hogy milyen erős a napszél. És jól látszik, hogy minimumban egy elég konstans, de gyors napszél van, és dipoláris a tél. Tehát itt egyik irányba megy, meg a másik irányba. Természetesen az egyenlítői zónában van egy némi aktivitás, de itt a lényeg az ez a rész. Gyönyörű, szépen konstans, sebességű napszél, és ellentétes polaritás. Még maximumban sokkal kaotikusabb a helyzet. Tehát ugye itt a kék és a piros az jelenti, hogy milyen polaritásunk. Itt mindenhol van kék is, piros is. Ugye radiálisan pedig a sebesség is eléggé változó, de átlagban kisebb. Tehát az a lényeg, hogy minimumban erős napszél, dipoláris tél, erős és konstans, maximumban pedig átlagosan kisebb, de fluktuáló napszél és elég kaotikus polaritás. A másik felvétel, itt a jobb alsó sarokban, hát ez ugye több felvétel, ez a svéd naptárcsivel készült. Ez azt kell tudni, hogy nagyjából 0,15 ív másodperces felbontás érhető el vele. Hát ez jelenleg elérhető legjobb felbontás, amit a napról kapunk. Itt 100 kilométeres részleteket lehet megfigyelni. Itt a képeken egy ilyen kis osztás az 1000 kilométernek felel meg. És lényegében umbrákat látunk, és hát ezek itt penumbra szállak. Jól látszik, hogy
penumbra szálaknak, mint hogyha lenne egy sötét közepe. Néhol ilyen csavarodások látszanak rajtuk, néhol csatornák látszódnak, hát hajszerű képződmények. Egyenlőre ezeknek az eredetét, fizikai eredetét kutatják, akik ezzel foglalkoznak. De szépnek szép. És akkor nézzünk pár mozit. Először is szerintem nézzük meg azokat a flareket 2003-ban, amiről beszéltem. Kinyitom is hátul. Na, tehát az első, nézzük meg először ezt a környéket látható tartományban, hogy hogyan vonultak akkoriban a napfoltok, milyen napfoltok produkálták ezeket a jelenségeket. Kis technikai szint. Akkor ez itt a szokónak intenzitogramos mérése lesz, felvételsor, október és november eleje, 2003-ban. És akkor ezek a csoportok, amik itt kimentek, ezek voltak azok, amik ezeket a nagy flareket produkálták, nézzük majd még egyszer. Érdekes, ahogy ez az északi félgömbön, az a középső csoport hirtelen a semmiből szinte előbukkan. Ugye ez annak az eredménye, hogy akkor emelkedett majd, tehát az a csoportot fönn, akkor emelkedett föl ez a fluxus köteg a nap felszíne alól. Na és akkor van hasonló időszak több hullámhoz tartományban még. Először is legyen egy extrém ultra ibolya. Igen, extrém ultraibolya tartományban, 195 angströmön, ugyancsak a szobónak a felvétele. Hát ez az egyik legérdekesebb felvételsor erről az eseményről. Hát itt ilyen nagy robbanásoknak látszódnak a flerek. Kicsit felállok, akkor mutatok közben. Ez ugyanakkor kezdődik szinte az egész, tehát még majd a október vége felé lesznek az igazán érdekes események. Itt, ahol ilyen, minél fehérebb, minél előteljesebb, ott annál melegebb az anyag. Lényegében ezt azt mutatja. És hát nem sokára majd elkezdenek befordulni itt azok a csoportok, amik jelentős aktivitást fogják produkálni, és amikor ilyen fehér kis felvillanásokat látunk, azok a flerek lényegében. A projektornak kicsit kisebb a dinamikai tartománya a keletnél, de azért látszik a lényeg. Közben jól meg lehet figyelni, hogy erővonalak, kurvok vannak mindenhol, van, ahol vannak ilyen nyílt erővonalak, azok szépen sugárirányban kifele mennek. Itt például már elég jelentős tevékenység van. Most csak az egyik oldalon? Igen, ez a tőlünk látható oldal. Itt van az a hirtelen feljövő csoport, amiről mondtam, hogy csak úgy előbukkant a semmiből. Ez volt egy szép vonás. De töltött részecskékben is gerjesztették, megint megerjesztették a műszert, és hát a CCD-t. És majd később, ott a vége felé, amikor ez a csoport eljut a szélére, itt lesz egy elég nagy kuki. Nem ez, majd még később. De persze első volt kicsi. Na ez. És utána nagy gyönyörű szépen látszódnak az erővonalak. Kipukkosodnak. És egyébként itt koronájuk látszik, tehát itt, ahol nagyon jóval hűvösebb az anyag. Jó, akkor nézzünk egy következő hullámhoz tartományt. De most két koronográf fog következni, nem, menjünk sorba. Akkor először egy 195 angströmös felvétel, ami a Trace műholdnak a felvétele. Hát ez nagyjából hasonló, mint a Soho, csak kicsit nagyobb a felbontása. Hát itt
mert gyorsan kell nézni, mert gyorsan mennek az események. Itt csak ez az utolsó. És itt látszik, hogy milyen gyönyörűek ezek az elővonalak, ahol egyre távolodott. Tehát igazából úgy néz ki az egész, hogy megtörténik a robbanás, az átkötődés, és utána az két ilyen hát alappont így elkezd távolodni egymástól, ahogy ugye a feszültség egyre jobban viszi szét ezeket az erővonalakat. Majd lesz erről egy olyan videó is, ahol ezek az alappontok jól látszanak. De előtte van még itt egy másik felvétel, ugyancsak 195 angströmben, ugyancsak a Trace-től. És ez egy másik, tehát ez egy korábbiról, ami ott a toplistán a harmadik flare volt nagyjából. Megtörténik az átkötődés, és akkor itt van ez a két alappont, ami szépen távolodik egymásra, és ahol nagyon fehér volt, ott volt a legforróbb, általában ezeknek a húrfoknak a tetej a legforróbb. Ez körülbelül időtartamban mennyi volt ez a... Az előzőt meg tudom mondani, de ezt nem. Mindjárt megmondom az előzőt, mert ott van rajta időskála is. Ott az előző az 19 óra 19 perckor kezdődik, és 23 óra 44-kor van vége, le is vetítem. Tehát egy 4,5 órás videó, itten pár másodpercben. Tehát amit most mondom, igen, amit nem fog, elnézést, másik képen jön. Ugye 4,5 óra, és az van összesűrítve nekünk, hát pár másodperc van. Egyébként itt telik az idő. Jó, akkor van még itt 1600 angströmben is ugyanez. Mármint, hogy először a peremen lévő, utána majd a nem peremen lévő. És elég szépen néz ki. És itt jól látszik, itt az alappontok, tehát ez az alap, ez fényesebb. Már 1600 angströmben, tehát ezen a hullámhoz tartományon ott van erőteljesebb sugárzás. És akkor a másik terület ugyancsak 1600 angströmben. És itt is lesz idő, majd lehet nézni, ha nem takarom el. És akkor vannak még koronográfok is, tehát mintha napfogyatkozást néznénk ebben az időpontban. Az első, ez a Sohónak a C2-es koronográfja, ami egy kisebb területet mutat, igen, az a kisebb terület a nap körül. A fehér karika, amit látunk majd, ez a napnak a, hát a látszó mérete lenne, ha nem lenne kitakarva. És a koronának a szerkezetét lehet itt nyomon követni. Ugye ez is 10.18, és hát ez ilyen húzik azok a koronakinevelések a CMR. Ezek alatt mindegy flare van, az indítja meg őket. De amiket ilyen szerkezetben látunk oldalt, azok valahol a peremen vagy nem pont felénk zajlanak, ott valami bolygó is bemászik a képbe, én most nem tudom, hogy az melyik. Mindjárt lesz egy nagyobb. Na, ez így félig felénk jött. Na, ez nagyon felénk jött. Fűszerek ezt mennyire tudják elviselni párosan? Elég jól tolerálják, mert utána azért ugye látszik, hogy működik tovább. Gondoltak a tervezésnél arra, hogy majd ilyesmit lesznek. Akkor most mindjárt, igen, ez volt, nem ez, majd a következő lesz ez, ami az a legnagyobb volt, még mindig nem ez. Hanem majd 20, valami 20 órás, az volt az. És akkor van ugyanez a felvétel, egy nagyobb látómezei koronográffal is majd. Ugyan mutatom. Igen. És az a C3-as koronográf, aminek a nagyobb látómezeje van.
felén látszik a bolygó, ahogy közeledik. Látszólag persze. Hát szépen pöfékel annak. Kidobódó részecskék azok pályára állnak, vagy elhagyják a naprendszert? Ez egy fogas kérdés. Ezen még sosem gondolkodtam, és nem is. Na, erre nem tudok válaszolni, nem akarok hülyeséget mondani. Na hát, tovább folytatódik a Deski mozi. Hát, nem tudom, mi jöjjön most. Jöjjön egy olyan, egy földi, jöjjön kettő darab földi megfigyelés. Az első az a már korábban említett svéd naptárcsőről egy animáció, mármint amit ő felvett. Ennek az animációnak az az érdekessége, hogy körülbelül másfél órát fog át, és a látómező az így fölfelé csak egy kicsivel lesz több, mint a Földnek a sugara. Tehát 16 000 kilométer lesz így fölfelé a látómező, és hát szerintem ez a legjobb animáció, amit ma mutatni fogok. Persze. Igen. Hát ez olyan, mint a vacsora. Ez for. Fortyog. Ezt mondja az ungra. Ez a szállap itt a Benungában. Ugye mutatom még egyszer, mert olyan, hogy nézni kell sokat. És akkor itt jól látszik a Benungra szállapban ezek a sötét részek. Valahogy az alján mindig vannak ilyen világosabb pontok. Itt is nagyon szépen látszanak a sötét részek. Aztán itt már a granuláció, ahogy fortyog. Ez már maga a fotoszféra. Még egyszer nézzük meg. Már nagyon unalmas lehet szólni. És látszik, hogy vannak ilyen forró pontok is. Néhol. Itt a granuláció határainál általában. Tudod, ott a legforróbb az anyag. Igen. Azok a fákják? Igen. A fákjamezők azok ilyen pontoknak az összességében állnak. Csak hát nagyobb léptéken, sokkal nagyobb léptéken. Na, oké, menjünk tovább, mert nem végzünk sosem. És mik azok a fákják tulajdonképpen? Hát azok a fotoszférán ilyen fényekebb és hát ugye melegebb pottyökből szálló mezők. Az, hogy pontosan mik a fákják, az még most sem ismert. De általában ez a svéd naptárcső sokat fog előre lenni a megismerésünkben. Fényes volt, akkor mi különbözteti meg a fákját a flertet? Hát a flerek, azok kitörések. Tehát azok hirtelen következnek be, viszont ezek a fákják, láttuk, hogy ezek a fényes pontok, azok folyamatosan ott voltak. Általában ezek is aktív területek környezetében, napfoltok vagy napfoltcsoportok körül figyelhetőek meg. Vizuálisan úgy néz ki, hogyha távcsőben nézünk, hogy ott fényesebb a fotoszféra, mint egy ilyen fényes gyűrű lenne körbe, vagy valamilyen mezőszerűen a nap körül. De ez olyan, hogy hát persze változik ez is, de ha nézzük, akkor folyamatosan ott van. Egy emberi léptéken. Na, a következő az megint legyen a svéd naptárcsővel, a Vénusz átvonulásnak a megfigyelése. Jó, Vénusz gyűrűt fogunk látni. Tehát ugye, amit itt látunk, az a Vénusz légkörén megtörő napfény. Ugye itt. Ez itt a Vénusz. Ja, hogy ez a Vénusz galamb van. Igen. Ez itt a nap, ott hátul. Ez meg itt a Vénusz. És ahogy átsüt a Vénusz felső légkörén a napfény, hát ugye megtörve azt látjuk. Ugye, ha jól tudom, Szirkei Gabinak van hazai ehhez hasonló felvételük. Igen, hazai felvétel is van. Csak hát érthetően nem ekkora felbontás van. Ez a kilépéskor készült ez a... Igen. Na, akkor nézzünk. A Hinodével készült képetek, az egy új műszer. Régebben Solar B-nek hívták, de aztán amikor már sikeres lett, akkor úgy gondolták, hogy nevet is adnak neki. Nézzük, mi van itt, már én sem tudom minden videóról, hogy mit látunk rajta. Ó, akkor nem ezt először, hanem egy másikat.
ami hozzá kapcsolódik. Itt lesz a röntgen tartományban egy flare, megint csak. Flareket nagyon szeretik. Már az a rész, amikor itt van ez a két egymástól távolodó. Hát úgy hívják az ilyeneket, hogy két masnis flare, ez angolul egy kicsit jobban hangzik, de hát magyarra nem is igazán láttam én ezt még magyarul. Mert nem olvastam ilyen cikkeket magyarul. De megtörténik az átkötődés, és akkor ez a masninak az alja majd a vizuálishoz közeli képeken fog látszódni, hogy szépen elkezd távolodni egymásra. És így röntgenben itt is a kurvoknak a teteje a legforróbb, mert ugye ez az alsó rész is a végén. És akkor ugyanez a videó közeli, hát közel vizuális átteresztési szűrőn készült felvétel. Ennek nem olyan jó minősége, de ennél jobbat sehol nem tudtam szerezni. Megtörténik az átkötődés, és utána ez a két szalag szépen elmegy egymástól. És még az is érdekesen látszik ezen a felvételen, hogy mielőtt a flare zajlik, akkor mi történik? Megálltam egy kicsit. Azt lehet látni, hogy ez a két folt kicsit, mintha rotálna, de ellenkező irányban. Emiatt a két folt között, ugye a mágneses teret nem látjuk, de ott súrlónak az erővonalak, és itt történik meg az átkötődés, azért, mert egy alacsonyabb energiájú, kényelmesebb állapotba át tudnak menni ezek az erővonalak. Tovább nézzük a videót, kicsit látszik is. Hát, igen. Szóval itt van ez a instabil tartomány a két folt között, és akkor megtörténik az átkötődés. És általában egy ilyen flare után maga a foltnak a szerkezete is egyszerűsödik, amiatt, hogy az erővonalak ugye kicsit kényelmesebben jobban tudnak elhelyezkedni. Na hát nincs vége a film menetnek. Van itt a sztereóval készült felvétel, ami ugye nem lesz sztereó, mert még nem abban az időszakban készült vele, amikor már sztereó volt, hanem ez az egyik sztereó műholdnak, mert ugye ebből kettő van, abban áll a sztereónak a különlegessége, hogyha mondjuk ez a világos köty itt a Föld, és mondjuk ez a moha csúcs itt a Nap, ami ugye így megy a Föld pályán, és az egyik űrszonda az a Föld pályán, a Föld előtt keringenek körül, a másik meg a Föld mögött. Persze nem ugyanazon a pályán, hanem itt ilyen Lagrange pontok vannak, és akkor ott megfelelő gravitációs helyzetben tudnak lenni ezek a szondák. És ugye emiatt, hogy nem csak a Földről látjuk a Napot, hanem két ellentétes oldalon, és itt lényegében sztereóban tudjuk térben látni a szerkezeteket a Napon. Ez ennek a szondának a nagy erőssége, ezért hozták létre. Nézzük meg róla a filmet. Ó, hát itt egy napfogyatkozást fogunk látni, elég érdekeset. Ez ott a hold, ami átmegy a Nap előtt. Hát azért ilyen pici, mert amikor ez akkor készült, amikor egy ilyen szondákat ugye fellőtték, és akkor bizonyos pályán elkezdtek távolodni a Földtől. Ez egy olyan konfigurációban készült ez a felvétel, persze nem véletlenül küldték arra a szondát, mert tudták, hogy lesz ez a napfogyatkozás, aztán kellett nekik bizonyos kalibrációs szempontokból, hogy ezt megfigyeljék. Azt senkinek kérdezzenek, hogy pontosan miért, mert azt nem tudom. De kalibrációs, tehát ennek tudományos értéke volt, hogy ezt így tervezték, nem csak vizuális. És hát ugye 1 millió kilométerrel távolabb vagyunk a holdtól, mint a Földről, és onnan már ilyen picinek látszik a hold. És ennek a felvétel sorozatnak az egyik frémje volt, azt hiszem, a tavalyi összevont meteornak az előlapján. Mármint, hogy a címlapján. Na, mi van még? Van itt még hasonló szép flare-es videó. Ez lesz az utolsó ilyen. Itt azt lehet megfigyelni majd a vége felé a videónak, hogy amikor bekövetkezik egy ilyen flare, akkor az a Napnak egy elég, hát nem csak kis környezetére van hatással a Napon a flare-nek, hanem egy szép tartományra is ott hatás lehet. Hát most el fog tartani egy ideig, befordul ide majd szépen ez a csoport, és akkor itt lesz egy flare. Majd szólok, hogy mikor kell figyelni. Tehát addig is persze van itt mindenféle kisebb flare-ek.
lehet, igen, ez a csoport lesz az, ami itt alkotni fog, azt hiszem. Nem sokára lesz egy flare, ami így errefele elfogja, na most, szinte elfújta a átmenyek, és akkor visszavisszem oda, még meg tudom fogni. És nincs player. Na, így nem. Kicsit csalunk. Számunkra érdekes rész. Ez után történik. Mi errefele kell figyelni. Hopp. Mint hogyha ott valaki megfújta volna a haját. És akkor ilyenből persze már figyeltek meg olyat is, ami koncentrikus volt, tehát nem csak az egyik irányba ment, hanem szépen körszegül, mint hogyha egy cunami ment volna végig a nap felszínén. Ez is volt a ráadás híradásoknak címe, hogy cunami a napon. Szóval ilyen is van. És akkor még egy összehasonlítás, hogy amikor ilyen hullámhoz tartományban nézzük a napot. Ja, hogy ezt nekem most mondom, hogy kéne valahogy hullámni. Tehát, hogyha ilyen hullámhoz tartományban nézzük a napot, akkor milyen változás látható rajta egy ciklus folyamán? Ugye elkezdődik egy nyugodt napfelszín, amikor hát nem igazán, nincs itt igazán semmi jelentős dolog. Ez itt a minimum. Aztán 97, már pár folt megjelent, mármint hogy aktív terület. 98, itt már egyre több van. Ez mind a Szohónak a képeiből készült. 99, ezért itt már szépen pattognak, hát 2000, ez már ugye a maximumnak az éve. Össze-vissza minden erővonal. Ezt látjuk még 2002-ben is. És aztán ahogy tovább velünk, úgy csökkenni fog ez az aktivitás. Még itt azért ugye 2003-ban is volt ez a nagy csoport, ez abban az időben készült, amit mutattam. De még lassan elkezd lecsengeni. 2005, ez már elég gyenge. És hát eddig van, mert 2006-2007 az aztán meg tényleg olyan, hogy szinte semmi nincs. Na, azt hiszem, hogy a... még van olyan videó, de azt már csak a végén a ráérőknek akarom megmutatni, ami 96-tól 2005-ig az összes nap volt, ott így ahogy forog folyamatosan körbe a nap, az összes nap volt rajta van, de az egy nagyjából olyan 7-8 perces videó, úgyhogy még elmondom az előadás végét, és utána még azt meg lehet nézni, akit érdekel. Igen. Nézem, hogy nem maradt neki semmi érdekes, de nem. Úgyhogy térjük vissza a felülhatásra. Most elég sok mindent látunk a jelenleg lecsengő napforciklusról. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz a következő. Hát először is honnan tudjuk, hogy már azelőtt állunk, hogy lassan bekövetkezik ez a 24. ciklus. Az első, ugye ez a Hale szabály értelmében ciklusonként megváltozik a polaritás egy bizonyos féltekén. A 23. ciklus során azt látjuk, hogy az északi féltekén a vezető foltok, tehát itt ugyanazt látjuk csak látható tartományban, itt pedig ugyanazt látjuk, csak magnetogram képen, tehát itt a mágneses teret látjuk, hogy milyen polaritás, milyen előjelű. És nézzük meg, itt van egy szép bipoláris csoport, ez azt jelenti, hogy ez a rész itt a vezető, ez a követő és ellentétes polaritásúak. Most, hogyha megnézzük ugyanezt a magnetogramon, az itt van, látjuk, hogy a vezető az északi polaritásról, követő déli. Míg a déli féltekén ez fordítva, mint a vezető tagok, azok a déli polaritásúak, a követőek az északiak. Ez mindegyik milyen szépen így van, ez ciklus közepén általában nem gondol ez a szabály. Most nézzük, hogy mi történt. És annak van magyarázata, hogy a két félgömbből miért ellentétes a polaritás? Hát az maga amiatt adódik, hogy abban a dinamó az hogyan épül fel. Tehát hogyha elképzelnénk, ugye alapból van egy bipolár tér, vagy dipol tér, ami azt jelenti, hogy az északitől a déli pólusig, illetve a déltől az északig vannak az erővonalak. A differenciális rotáció miatt ezek az erővonalak felcsavarodnak, és aztán, ahogy felcsavarodnak, és
ugye ilyen kis, hát ezt így elég nehéz mutatni térben, de most képzeljük el azt, hogy ez a fekete vonal, ez a nap felszíne. Erre van a nap magja, erre pedig a nap légkör. És a felszín alatt vannak ezek az erővonalak kötegek, fluxus csövek, és ezek itt szépen feljönnek a nap felszíne fölé bizonyos erőhatások miatt. És ugye ahol feljönnek, és átviszik a fotoszférát nagyjából, ott látjuk a napfoltokat. Ugye ez nagy általánosságban most csak, hogy el tudjuk képzelni. És ugye tehát hogyha itt megy a napon most már nem mint felszín, hanem most már itt a magnetogramot mutatom, mondjuk itt megy egy felcsavarodott erővonalköteg, meg itt. Ugye a felcsavarodás mindig így ebbe az irányba történik, tehát itt az ablak felé, akkor ez az erővonal, hogyha kipuposodik, akkor ellentétes lesz benne az iránya lényegében a mágneses erőtérnek, mint az egyenlő alatt. Ez ugye a felcsavarodás miatt, ahogy elképzeljük, hogy ugye volt először egy egyenes erővonal, aztán az szépen elkezdett így beöblösödni, és amikor már itt nagyon be van öblösödve, akkor itt erre megy az erővonal, itt meg erre megy az erővonal. Na, oké. Na és akkor már 2006-ban hát láthattuk jelét annak, hogy elkezdődik valami változás a napon. Ez a jel az volt, hogy megjelent az első olyan csoport, aminek ellentétes volt a polaritása. Szépen, hát már elég kicsik voltak a csoportok, ugye, mert már minimum fele vagyunk nagyon. Hát itt van két csoport, látszik, ez itt az északi félgömön a Diglin, szép ellentétes polaritás, itt északi a vezető, itt déli a vezető, és itt ugyanazon a félgömbön van egy nagyon pici, 3 óráig élő csoport, ahol a vezető az ellentétes volt már, mint az megszokott. De ez még számozást sem kapott, mert nem ért legalább egy napig, de ez már egy jel volt. Aztán pár nappal később, tehát majdnem egy hónappal, augusztusban megjelent azért egy elég termetes csoport, ugyancsak a déli féltekén, ami ugyancsak olyan polaritású volt, tehát ellentétes az eddig megszokottal. Ezzel az volt csak a hiba, hogy nem volt elég magas naprajzi szélességen. Tehát nagyon az egyenlő közelében volt, így a két kritériumból, tehát hogy fordított polaritású, illetve hogy magas naprajzi szélességen az egyik nem teljesült. Ezért nem is számították még a 24. ciklus első foltjának. De ezután egészen 2008-ig egyáltalán nem volt olyan csoport, ami hasonló jelenséget mutatott volna, míg nem 2008. január 4-én feltűnt ez a hatalmas csoport, az idézőjeleket remélem mindenki hallotta. Látszik, hogy ugye azt láttuk, hogy a 23. ciklusban az északi féltekén az északi, az a fehér volt a vezető. Na most itt már a déli a vezető, és ez a folt, ez legalább két napig ilyen, ha jól emlékszem, úgyhogy ez már kapott hivatalos sorszámot is. Hivatalosan ez a folt volt a 24. ciklus első foltja. Ez utána 4 hónapig megint nem volt egy sem, hanem most április 13-14-én jelent meg ez a megint csak hatalmas csoportot. Az legalább egy vagy kettő, hát egy nappal később aztán még itt is volt egy másik folt, és ezért a bipolaritás az látszott, és itt is ez a szép, már ellentétes mágneses tér figyelhető meg. Hát azóta sem volt olyan csoport az elmúlt hónapban, de hát ez a lassú próbálkozás. Úgyhogy lassan majd elindul a ciklus. De hát egyenlőre még olyan előrejelzések is vannak, hogy akár még egy évig is tartott a minimum. De hát hogy működik egy ilyen előrejelzés? Meg hogy hogyan becsüljük meg, hogy milyen hossz lesz a ciklus. Most Petrovai Kristófnak volt, hát ez sajnos itt pont nem látszik ezen a projektorral, de Petrovai Kristófnak volt egy előadása nemrég a Kutatóintézetben, egy ilyen országos csillagászati szemináriumon, ahol erről volt részletesen szó. Most ez alapján csak pár nagyon apró momentumot kiragadva elmesélem, hogy működik ez. Első és legfontosabb dolog az, hogy nagyon gyerekcipőben jár ez a ciklus erőjelzés. Erre a ciklusra elmúlt év áprilisában összeült egy ilyen nagy bizottság, hivatalosan, hogy megállapítsák a hivatalos előrejelzését a ciklusnak, és nagyjából 30 különböző módszerrel készült előrejelzést vetettek össze, ahol volt olyan előrejelzés, ami azt mondta, hogy 70-es átlagos napfoltszámnál lesz a maximum, másik előrejelzés azt mondta, hogy 180-asnál. Tehát azért ez szórásnál egy kicsit nagyobb, amit így mondhatunk erre. És hát ez volt az első alkalom, hogy nem is tudtak konszenzusra jutni a bizottságban, ezért 2 hivatalos előrejelzést állapítottak meg. Az egyik előrejelzés azt mondja, hát mindketten azt mondják, hogy a minimum az, hogy 2008 március plusz-minusz 6 hónap, tehát nagyjából úgy most.
Viszont a maximum, arra azt mondják, van egy nagyobb, illetve egy kisebb verzió, a nagyobb maximummal számoló verzió az már 2011. októberében mondja, míg a kisebb az 2012. augusztusában. És itt van is egy ilyen valószínűségi, hát ridikóka, miszerint minél tovább húzódik ennek a jelenlegi ciklusnak a vége, a minimum, annál nagyobb valószínűséggel a kicsi verzió fog megvalósulni. És hát egyelőre úgy néz ki, hogy a kicsi verzió lehet a nyerő. Persze majd mindjárt látni fogjuk, hogy ez még menet közben is eléggé változni szokott ez az előrejelzés dolog. Hoztam arról is ábrákat. És hát amint mondtam, hogy akár ez még több hónap, akár... Hát nem tudom, hogy ez az 1-2 év, ez 2007 áprilisától, de gyanúm szerint 2007 áprilisától számítódik, de hogyha 2 év lenne még onnan, a minimumig, akkor ez lenne a második leghosszabb ciklus. Ugye emlékszünk még az előadás elejéről arra, hogy a leghosszabb ciklus után következett a Dalton minimum. Tehát van egy ilyen feltételezés, hogy most is következhet egy ilyen kisebb minimum a naptevékenységben, de hát ugye ez feltételezés. Aztán meglátjuk majd, hogy mi lesz. Itt van még egy ábra. Ez mutatja a mostani ciklust, ez már a hivatalos nemzetközi napfoltszámmal, tehát amit a belga királyi csillagvizsgáló állít össze, itt jól látszik, hogy az első ciklus magasabb. A pötyik azok a havi átlagos napfoltszámok, folyamatos vonal az a simított, és itt van a két előrejelzés. És hát itt vagyunk most. Úgyhogy meglátjuk, melyik az, amelyik valószínűleg jobban bejön. Itt a vastagabb vonalak azok az előrejelzések, a kis kékek azok pedig az egy szigma hiba határ. Tehát még az is lehet, hogy mondjuk egy nagyon magas ciklus lesz, de az is lehet, hogy egy nagyon, hát relatív elég alacsony. Úgyhogy... Az egy szigma, ez micsoda? Az azt jelenti, hogy egy bizonyos valószínűségi százalékon belül ott lesz. De az egy szigma az azt hiszem, hogy olyan 66%-os valószínűség, tehát az még nem is egy olyan nagy. De hogyha valaki van itt valószínűség... Nem, hát az azt jelenti, hogy 66% a valószínűség, vagyis hát 0,6 a valószínűsége, tehát 66% esélye van arra, hogy ebben a széles tartományban lesz. Úgyhogy meglátjuk. Na és még közben is szoktam változni azért ezek az előrejelzések. Itt van például a mostani ciklusra egy 99 decemberében közzétett NASA előrejelzés. Hát ez ugye 2007-es minimummal számolt, látszik. Nézzünk egy frissebbet. Itt van egy 2005 októberi. Hát ez is egy olyan 2006 közepi végi minimummal. És a legújabb az ennél már kicsit eltérő. Ez azt mondja, hogy 2009 környékén. Hogy még mindig lefelé menjünk. Igen. Tehát azért ez változik közben. Azért itt a maximum az már nem változik annyit. Tehát az látszik, hogy itt olyan 140 körüli maximum, 130. Tehát már megvolt a maximum, úgyhogy ez nem nehéz megmondani, hogy mennyi. De azért általában az amplitúdó, hogy már elkezdődik a ciklus, az előrejelzés nem sokat változik. Tehát a ciklus hossza az bizonytalan a folyamon. Na, és hát persze miért fontos ez az egész, hogy mi ezzel foglalkozunk? Tehát nem mi, hanem a napfizikusok. Mert én nem vagyok az, azért ezt tisztázzuk. Tehát én nem vagyok napfizikus, de a napfizikusok miért foglalkoznak ezzel? Hát ugye a legeslegfontosabb az, hogy ennek naptevékenységnek igen nagy hatása van a földi életre. Ugye amikor flare-ek meg ilyen napkitörések vannak, akkor törtett részecskék zúgulnak a föld felé, ezek találkoznak a föld magnetoszférát, meg ugye az egész ilyen mágneses kölcsönhatások vannak, megzavarják a föld magnetoszféráját, bejutnak a magnetoszférájába, és hát különböző kellemetlen dolgokat okoznak. Ezek közül az egyik az az, hogy például ilyen geomágneses tevékenység alkalmával megnő a sűrűsége a légkör azon részének, ahol bizonyos műholdak keringenek, tehát ott megnő a fékeződés. Ráadásul ezeknek egy részét bizonyos mágneses, tehát a mágneses erőhöz viszonyítják azt, hogy milyen magasan keringenek, és itt a szabályozással is problémák lépnek fel. Nem egy műhold vezet már egy ilyen mágneses viharok alatt. Nem tudták koordinálni a pályáját, és vagy a műszer fölül koordinálta magát, vagy valamit nem jól csináltak. Tehát azért az ilyenek veszélyesek. A másik az, hogy most már az interkontinentális repülők például, tehát például, hogyha valaki Amerikából el akar repülni Japánba, az nem úgy történik, hogy szépen egy azon a szélességen végig repülnek, hanem az északi sark fölött, mert hát arra rövidebb. Tehát ugye ott kisebb is
föld mágneses terének a védő hatása az ilyen részecskékkel szemben, és hogyha van egy ilyen mágneses vihar, és ugye a részecskék zúdulnak befelé, amik ugye a sarki fény is okozzák, akkor ott egy bizonyos sugárzás terhelés éri, nem csak ugye a személyzetet, tehát nekik a legterhelőbb, mert ők többször megteszik hetente ezt az utat, hanem az utasokat is. Úgyhogy például kismamáknak nem is ajánlják, hogy ilyen időben repüljenek, mert hogy túl erős a sugárzás. És előfordul persze az is, hogy nagy geomágneses viharok vannak, most már a légügyi hatóságok is figyelnek erre, akkor el kell terelni ezeket a repülőjáratokat, tehát akkor nem lehet a sarkok fele menni, és ez pedig elég jelentős benzinköltség. És mind ezek a pontok, amik itt fel vannak sorolva, ugye navigációs, meg áramellátó rendszerekben mindenki ismeri valószínűleg azt a hírt, hogy Quebecben volt egy hatalmas áramkiadás, több millió ember maradt áram nélkül, egy ilyen napkitörés után, vagy kommunikációs problémák, itt ugye a GPS rendszert is zavarja. Ezek mind tételenként több száz millió vagy milliárd dollárnyi hát vagy kiesést, vagy kárt okoznak. Tehát ezek gazdasági szempontból sem elhanyagolható dolgok, és ezért is van szükség ezekre az előrejelzésekre, hogy valamennyire fel tudjanak készülni. Tehát a kormányok gazdaságilag ezekre a kiadásokra. Mert ugye nem mindegy, hogy minimumban kell tervezni ilyenekkel, vagy maximumban. Maximumban természetesen kell tervezni ezekkel a kiadásokkal. És persze nem mindegy, hogy mekkora lesz a maximum. Nem mindegy, hogy havi egy járatot kell eltéríteni, vagy mondjuk egy hét igaz összeset, mert hogy olyan hosszú mágneses vihar van. És hát köszönöm szépen a figyelmet, ennyinek volna maga az előadásnak a szerves része. Hát az Attila kérte, hogy tüntessem fel a honlapomat. Ott még sok minden érdekes információt lehet jutni. Hát és aki még ráér, annak megmutatom 96-tól 2005-ig az összes napfoltot. Úgyhogy akinek sietnie kell, az nyugodtan elmehet. Tűha, mindenki érdeklődik. Ebből pedig mindenki kap, akinek nincs. Akkor mutatom. Szerevó. Nem te van. És persze, hogyha van valami kérdés, akkor lehet még mindig kérdezni. Megyél már ilyen jó. Na hát, mindegyik a Szohónak ezzel az MDI készerével felvett, hát valójában látható tartományban készült kép lesz. Azt kell tudni, hogy nagyjából naponta 2-4 kép van ebben az animációban, és itt 12 képet látunk másodpercenként, úgyhogy azért elég gyors, de nem olyan... Tehát még követhető, de nem fog órákig tartani, úgyhogy itt valami kompromisszumot kellett hozni. És természetesen nem ennyi kép készül egy nap szóval, hanem sokkal több, de így is több napig tartott letölteni az összes képet. Úgyhogy... Na. Hát akkor először is 96, itt 96 közepén kezdett működni a Szohó, úgyhogy ez még nem egy olyan hosszú felvétel. És hát majd én azért közben még beszélek, hogy ne legyen olyan jó. Hát itt azt lehet látni, hogy semmi. Egy-két folt van még. Ezek az előző ciklus, amik ilyen nagyon középen mennek el, vagy elég ebben a tartományban, azok még az előző ciklusnak a foltjai. Ugye emlékszünk rá, hogy ciklus végén még egyenletőhöz közel. Aztán amikor ilyesmi régióban jönnek majd a foltok, na azok már az új ciklusnak a foltja lesznek. Tehát ott volt egy kisebb, ami elment például. És ugye azt tudni kell, hogy általában, amíg innen elmegy idáig egy folt, az olyan 12-13 nap. Ilyen sebességgel. Ez volt 96-ig, még volt egy-két ilyen adásszünet is, úgyhogy azért volt ez ennyire rövid. Volt egy időszak, amikor elvesztettük a szót. Igen, az még nem ebben az évben volt, hanem 98 vége felé, ha jól emlékszem, de mindjárt. Igen, ez 98-ban volt, hogy akkor elég sokáig nem sikerült működésre bírni a szondát. Meg a nap, nem a nap felé nézett meg nem ilyenek. Nem a nap volt ilyen? Nem a napaktivitás miatt volt. Na igen, 97. Hát ezért még itt is minimum volt eléggé. Azért már néha bejönnek a foltok. De azok már egyértelműen, ugye látszik két sáv mindig. Ugye a ciklus elején, illetve a végén mindig egy szűk sáv van, és a maximum az, amikor egy elég tág sávban vannak a foltok. Hát persze előfordul, hogy nem pont ott abban lennie kéne, de ez ugye nagy átlag. De azért 97-ig az már nem az előző ciklus foltja volt szerintem.
De hát ugye magnetogram képet kell látni, hogy biztosan el lehessen ilyenkor dönteni, mert így ránézésre nem látszik. Azért itt már szépen jönnek be a nagyobb csoportok, ugye a felszállóág gyorsabb, mint a leszállóág. Szép nagy volt. Az, hogy néha nincs teteje a képnek, az ilyen szóhúgyoló. Nem én vagyok a hibás. Jó, ez majd 97. Na, adtam ilyennek a napot. Sonként megváltozik a mágneses tér a napon. Mindig fel, hogy éjszak lesz, aztán meg igen. Igen. Hát igen. Gyakorlatilag 12 évente van a pólusra, 11 évente van a pólusra. Hát ez amiatt van, ugye, mert amikor már túlságosan... Ez nem teljesen ismert még, hogy hogyan működik, ugye nem tudom elmondani pontosan, hogy hogyan működik, de ez a dinamo modell, ez ugye azt mondja, hogy szépen fölcsavarodnak az erővonalak, és amikor már nagyon föl van csavarodva, akkor következik ez a tér egyszerűsödés. Ami ugye általában átkötődésekkel, stb. Jár, és amikor bekövetkezik ez az egyszerűsödés, akkor történik meg ez a fordulás, de ez minimumban történik meg ez a fordulás, amikor elég egyszerű az egész szerkezet, de tehát ez nagyon nem ismert még pontosan. És ezzel főleg plazmafizikusok foglalkoznak, és hát az elég komoly. Hát ami még mindig nem ismert, az már elég mély fizikát. Tehát itt már, ezek már mind fizikai kérdések. Most jön akkor 98. Itt lesz egy olyan, hogy egy 3-4 hónap hiányzik ott. A dátumot is lehet látni fönn, hogy lesz egy ugrás. Abban lesz feltűnő, hogy a nap mérete meg fog változni. Mert ugye, amiért ugye szó, hogy fix pontban van a Föld és a nap között, emiatt ugyanúgy, mint ahogy a Földről is változik, a napnak a látszó átmérője tőle is egy kicsit változik. Ha nem folyamatos a film, akkor van egy kis ugrás a nap méretében. Szép bipoláris csoportok jönnek. De azért az jól látszik, hogy egy szép sáv van. Ugye itt is egy szép sávban mászkálnak a foltok. Na, itt volt az ugrás. Most ilyen 99. Most már ilyen nagy ugrások nem lesznek benne. Ez elég folyamatos. Egy-két napos ugrás előfordul néha, de az amiatt is van, hogy ez egy ilyen úgynevezett quick look, hát kimenete a szóhónak, tehát nem a tudományos képekből, hanem egy ilyen gyors nézeti képekből lett készítve, és hát nem minden napra lesznek közi előfordulás két nap kimaradás. De a nyers képeket is le lehet tölteni, tehát hogyha valaki foglalkozni akar vele, csak hát azok nagyon, meg sok van belül. De hát azért jó a csillagászok. Ebben az évben már az MCR tagja voltam. Látszik a nappal is figyelt ott éppében. Igen, itt már azért igencsak közeledünk a maximumhoz. De az is valamelyen látszik, hogy mintha egy kicsit közelebb húzódnának a foltok az egyenlítőhez, most már nincsenek olyan magas szélességen azért. És az is látszik, hogy azért itt van fönn, a magas szélességen is folt, meg lejjebb is, tehát már maximum környékén azért szinte bárhol lehet egy bizonyos tartományban. Hát jön 2000, ugye itt volt az első maximum, amit ugye a hivatalos napfoltszám szerint a nagyobb maximum, a hivatalos. Főleg azt lehet látni, hogy sok csoport van. Hát nem feltétlenül nagyon nagy csoportok, de jó sok.
Ezek a nagyon nagyok, ezek már szabadszemes méretű foltok? Igen. Egy ilyen különálló nem feltétlenül, de ahol elég sok, tehát ez mindenképpen, meg az is. Nem feltétlenül. Na, nagyjából most vagyunk ugye masszív helyéken. Sok csoport van. Igen, ez volt az egyik legnagyobb területi csoport így az egész ciklus folyamán, amiatt elnök. És ugye ezeknek a csoportoknak az életideje az többször hosszabb, mint egy keringése a nap. Keringése, tehát egy körülforgás a napnak, egy rotációja, úgyhogy vannak olyanok, amik többször visszatérnek. Ilyen 3-4, esetleg még több visszatérés is előfordul, hát hogyha olyan stabil az a erő, az a hurok, hogy megmarad olyan sokáig. Ezt honnan tudják, hogy azon a saját magával, miközben ott változik? Hát, hogyha mondjuk ugyanazon a területen, tehát mondjuk... Jó, de a naprajzi koordinátája ugyanazon. Igen. És hogyha mondjuk egy hatalmas csoport volt ott az előző keringésnél, és ugyanazon a naprajzi koordináta még mindig van egy elég nagy csoport, akkor az elég valószínű olyankor, hogy nem eltűnt és megint előjött. Aztán most már persze olyan módszerek is vannak, amivel a nap mögé tudunk látni, ilyen helioszeizmológiával, és most már tudjuk követni, és az ilyen nagyon nagy csoportokat a nap túloldalán is. Ez a kisebbeket persze nem, de az ilyeneket ez is jó. Vagy azt teleóta lehet, gondolom tovább. Hát igen, ott tovább lehet látni, azért túloldalára nem fog menteni, 60-60 fokkal lesz a föld előtt meg után, de az is egy hasonló lesz. Tehát az a nagy, az vissza fog jönni majd nem sokára. Aztán azért egyből nem tudom, hogy melyik az, amelyik visszajön meg nem, de a rovadban be szoktam írni, hogyha vannak ilyen nagy visszatérők. Nagyjából ezen a környéken volt a második maximum, mint 2001 közepet. Aztán majd lesz egy lassú lecsengés. De hát itt tényleg látszik, hogy össze-vissza mindenhol van font. Tehát akár ilyen lent is, majd aztán itt is van egy már majd az egyenlítőnél. És itt van az, hogy itt már a bonyolultabb csoportok jönnek elő.
érdekes így sok évet folyamatosan megnézni. Repül az igény. 7000 évet végignézhet még egyszer. Hát, azt vissza kell küldeni, de először idődék kell, hogy a szót azt felnyomjuk. 2003. Itt is lesz egy... Ja igen, itt lesz az a októberben, október-november fordulójel, az a szép... Hát tendet együttes. Mi felett a hatalmas terek voltak. Magyarországon. Mit nem láttuk. Eléggé előre haladunk a ciklusban, a magas szélességeken nincsenek foltok, nem egyre közeledik az egyenlőző, a két sáv, amiben még foltok vannak. Volt az ágasvári csoport, mint rajzolva volt, és Peti által meg fotóz meg Éder Iván. Így bukott meg a megyó. Ja. Nincs foltnak. Ágasváron azért szerencse volt, mert látszik, hogy előtte utána erről most elkezdtem beszélni, persze jött pár nagyobb csoport, de azon a környéken eléggé kietlen volt az idén. Most az ilyen nagy aktivitás persze az észlelési kedvre is igencsak hatással van. Abban a hónapban, amikor volt ez a csoport, több mint 200 észlelés érkezett, aztán most így minimum tájéken már volt, hogy annyi 30 valahány volt. 30 negatív észlelés. Igen. Nagyjából. Hát az utolsó év, amivel megcsináltam az animációt, a 2005-ös. Az elején volt egy szép nagy csoport, igen. És már szinte csak egyenlőtünk közelében. Persze előfordul egy-két ilyen kivétel, amikor szabályt erősítik csak. Ugye amiatt, hogy tehát ez egy gömb, amiatt ugye például nem itt van a 45 fok, hanem kicsit följebb. Ugye ahogy egyre megyünk a perem felé, északra meg délre, egyre sűrűbben vannak a szélességvonalak. Tehát kicsit nehéz emiatt megítélni, hogy közelebb van az egyenlőt, vagy nem, mert ha mondjuk itt az egyenlőt, akkor nagyobb itt a 10 fok, 20 fok, 30 fok, és már majd a fél úton vagyunk. Azért vannak itt ilyen optikai hatások is, amiket ilyenkor nézni kell, hogy mennyire van távol látszóan az egyenlőtől. És akkor pelem ilyen azért is sötétedik, ha tudja vastag a... Hát ott a pelem, hát... ...külön látunk át. Amiatt sötétedik, tehát a pelem sötétedés az itt amiatt van, vizuális különhoz tartományban, hogy ott nem látunk le olyan mélyre. Tehát
ott nem olyan, tehát az még pont ez a tartomány, ahol csökken fölfele, mert a fotoszféra tetejéig csökken a hőmérséklet, és ott fordul meg, ott kezd megint emelkedni. És itt perem sötételés az azért van, mert a nap pereme felé a fotoszférában kisebb mélységig látunk be, tehát ott alacsonyabb a hőmérséklet, kisebb az intenzitás. Tehát például a rádiótartományban ott perem kivilágosodás van, mert ugyanaz az effektus rádiótartományban már egy olyan réteget látunk, ahol kifele nő a hőmérséklet. Tehát ott a perem az világosabb. Na hát ez volt az utolsó animáció, amit meg tudtam mutatni. Úgyhogy tényleg köszönöm a figyelmet.